kell találnom a kis töbördök, törpördökeket. Szia, Miu! Megtalálni és megszabadítani az erdőt ezektől az undok kis kék madagoktól. Egyszer s mindenkorra! Újabb zseniális agyszüleménye működik, minden gond nélkül megtaláljuk azokat a nyavajás törpükekeket. Kész is van, szia, Miau! Lássuk csak, merre járnak azok a kis kék manók. Varázsgömb, mutasd meg nekem, hol találom a legundorítóbb teremtményeket. Ez meg mi? Nem, a törpökre gondoltam. Á, apraja falva! De hol vannak a törpök? Boldog törpi napot! Ábrándoska! Boldog törpi napot! Utálom a törpi napokat! Még ne, Hami! Ó, kívánj valamit és fújd el a gyertyákat, jó? Kívánjak! Bár elrepülhetnék egy másik bolygóra, ahol a törpök még sosem jártak. Jövök már! Irány az ismeretlen bolygó! Bármit, de bármit megadnék azért, hogy űrhajós lehessek. Tudom már! Csak egy kis szél kell, és... Wow! Sikerült! Repülök! Repülök! Oh, vagy talán mégsem. Oh, a manóba! Ez aztán rövid út volt törpös landolással. Igen? Nevessetek csak! Én egyszer akkor is biztos, hogy repülni fogok! Repülő seprű varázsige. Tegyük a földre a seprűt úgy, hogy keletnek nézzen, majd mondjuk hangosan. Új seprű, jól repül, ha rajta, törpül! Hé! Állítsátok meg! Na? Utálom a seprüket! Mi van ki? Visszajönnél! Megvagy! Tényleg repülök! Ó, vagy talán mégsem repülök? Újabb több repülés, ábrándoska! És újabb több randolás! Megálljatok! Meglátjátok! Egyszer még felrepülök a csillagokig! Talán... Készíthetnék egy pár szárnyat? Nem, az nem elég törpös. Mihez kezdjek? Ha így folytatom, sosem jutok fel a csillagokhoz. La-la-la-la-la-la-la-la-la. Ábrándoska, jaj, ne! Megbolondultál, Ábrándoska. Az a gonosz Szia-Miau majdnem felfalt ebédre. Szia-Miau? Hol? Hogy hol? Hé, jól vagy? Egy kissé, mintha sápat volnál. A törp kívánságom, hogy feljuthassak a csillagokhoz, sosem válik valóra. Ó, sosem törpölök fel a csillagokhoz. Soha, de soha, de soha, de soha. Ó, Ábrándoska, bárcsak segíthetnék. Ó, ez az törpilla. Építek egy űrhajót, ami felrepít a csillagokig, egy törpűrhajót! Ez az! Közeledünk, Szia-Miau! Már érzem, a törpök az enyémek lesznek! A varázsgömböm! Szia-Miau! Jaj!
Jaj, varázsgömböm, de szerencsére nem esett semmi baja. Ne! Fújd meg szépen, nótata! Figyelem, figyelem! Bocsánat. Figyelem, törpök! Astro Törp elkészítette új űrhajóját. Mindenkit szeretettel vár törp kívánságának beteljesülésénél, amikor is felrepül a csillagokhoz. Bocsánat. Nos, mit gondolsz, törpapa? Hát, ez egy nagyon törpös űrhajó, Astro Törp. De mégis, hogy működik? Pedálhatja, törpapa! A pedál beindítja a propellert, ami felemeli az űrhajót, és elrepít engem a csillagokhoz! Hiszi a Manó, szerintem nem fog működni soha, de soha, de soha! Jaj, zárd be a törpögődet, és ne légy ilyen undok! Sok sikert, Astro Törp, és jó utat! Sziasztok! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, indulás! Ez aztán a kellemes szellő? Igen, ez aztán... Várjunk csak, utálom a kellemes szellőt! Gyorsabban! 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 Látjátok, igazam volt! Igazam volt, mint mindig! Igazam volt, mint mindig! Jaj, szegény ábrándoska! Egész biztos összetört a szíve! Astro Törp a törkobakjába vett valamit, és addig nem lesz boldog, amíg fel nem repülhet a csillagokig. Ami viszont lehetetlen. De ez volt a törpnapi kívánsága. Igen, és minden törpnapi kívánság valóra válik, nem igaz, törppapa? Igen, amennyire emlékszem, mindig így volt a törptémelemben. Vagyis az utóbbi 543 évben, igaz, törppapa? Törppapa, csinálnunk kell valamit, hogy valóra válthassuk az álmát. Ez igaz, törpilla, és van is egy ötletem, ami talán működhet. Tényleg úgy gondolod, hogy a törphajó most működni fog? Ügyi mindent jól átnézett rajta, és minden hibát kijavított. Vagyis felrepülhetek egészen a csillagokig? Igen, de előbb idd meg ezt a varázsitalt, ami erőt ad majd a hosszú utazáshoz. Beindult a propeller! Gyorsan! Jöhet a füstfelhő, és kezdjük el rázni a hajót! A Manóba, ügyi-fogyi! Mégis hol voltál, amikor az észt osztogatták? Hogy hol? Törpegek, nem tudom! Lehet, hogy veled, okoska, nem? Utálom a füstet! Mozog az űrhajó! Elindultam! Útban vagyok a csillagokhoz! Mi folyik itt? Olyan álmos lettem. Biztos a magasság miatt. De mégse álmos. Megállt, elaludt. A varázsital működött. Gyorsan, vegyük ki onnan az Astro Törpöt, és szedjük szét az űrhajót! Az űrhajó darabokban van, törpapa. Hová tegyük a részeit? Holnap egy titkos helyre visszük őket, amiről csak én tudok, senki más. Ó, ez nagyon törpös. Imádom a titkos helyeket. Tegyünk bele kutyatejmagot, és keverjük el a mandragóra gyökérrel. Majd tegyünk egy próbát. Törpéletes! Működik! Ha a törpök most látnának! Megint megvan a sziamjáó. Hát nem incsiklandozóak? Gyerünk, nehogy nyomok vesszen! Messze van még, törpapa? Nem, már nincs. Milyen messze van még, törpapa? Nem túl messze. Ez nem vicces. Milyen messze van még, törpapa? Nem túl messze.
Nagyon messze van még törpapa. Igen, nagyon. De hát az egy vulkán törpapa. Mindig azt mesélted, hogy a vulkánok tüzet és füstöt okádnak és más törpenetes dolgokat. Így igaz, de ez a vulkán már kialudt. Hát persze, kialudt. Gyerünk, igyekezzünk, törpjeim, rengeteg dolgunk van még. Mindig csak a munka. Utálom a munkát. A kis töpördő törpördögök itt keltek át a folyón, Siamjau. Nézd csak a nyavajás kis lábgyomaikat. Gyere! Már a margunkban vannak. Gyere már, Siamjau! Nyau! Te ostoba szörcsomó, hát hogy merészel? Egy nap még Siamjau, én macska szőrpárnát csinálok belőled. Miért kell nekünk itt törpösködni, amíg ez az álomszúszék ábrándoska alszik? Ez nem valami törpös. Várjunk csak, Dulifuli! Tudod, mi az, ami zöld, piros, sárga és nagy szemei meg fogai vannak? Nem, mi? Én sem tudom, de ott mászik a fejeden! Hey, ki nem állhatom? Mutasd meg, varázsgömböm, hol találom a legundorítóbb teremtményeket. Ó, a régi vulkán belsejében, az nincs messze innen. És tökéletesen ahhoz, hogy végezzek az összes kis törpicsekkel. Amikor Astrotörp felébred, azt hiszi másik bolygóra került, nekünk pedig készen kell állnunk. Ezért készítettem ezt a varázsitalt, ami átváltoztat minket turpokká. Turpokká? De mi az a törpapa? Megmutatom, Ügyi-fogyi. Íme a turp, én meg a turppapa. Hol vagyok? Egy másik bolygóra kerültem. Ez aztán törpompás. Nézd, Ügyi-fogyi, itt jön! Igen, és nézd csak rá! Tényleg azt hiszi, hogy másik bolygóra került? Igen, törpegek, a kis ostoba! Vajon hol volt, amikor agyat osztottak? Nem agyat, észt, Ügyi-fogyi! Én is úgy értettem, mert nem egy agylény, igaz? Vajon él itt valaki? Ez a válasz a kérdésre! Én barát! Jönni nagy űrhajóval! Bum! Bum! Bum, bum! Gyere turpapához, a turpok királyához! Előtte leakasztanátok innen, fiú! Az jó lenne! Höp. Honnan jöttél? A Föld nevű bolygóról jöttem, turpapa! Barát vagy ellenség? Én? Barát! Nagy barát! Majd a gyűlésen megvitatjuk a kérdést. Maradj itt! Vajon mit csinálnak majd velem? Bocsánat. Mindjárt ott vagyunk. Siamjau, mindjárt ott vagyunk. Hókuszpók, szóljunk törpapának. Igen, biztos nagyon mérges lesz. Törp, döntésre jutottunk. Igen? Úgy döntöttünk, a barátunk vagy. Üdvözlünk a turp bolygón. No hát, köszönöm, turpapa! Rendezünk ünnepséget Astrotörpnek! No hát, ez remek, turpapa! Remekül érzem magam itt nálatok! Lassan aludnod kell. Erőre van szükséged, hogy holnap visszarepülhess a saját bolygódra. De én sosem megyek vissza a Földre. Itt akarok maradni örökre! Örökre? Azt nem lehet. Turpapa! Turpapa!
Vidd azt a törpöt a kunyóba, és ne veszíts szem elől! Hókuszpók erre közeleg, Astrotörp nem láthatja meg, mert akkor rájön, hogy még mindig a földöd van. De ez csak az egyik gond, Astrotörpnek annyira tetszik a bolygó, hogy örökre itt akar maradni. Ki kell törpölnöm valamit. Tudom, hogy közel járunk, Siam Yahu. Érzem az agukat, a jelenlétüket. Na lássuk csak. Ezt nézd. Ha, ezek nem is törpök. Nem tudom, hogy talált ránk Hókuszpók, de nem sokára megviseli egy kicsit az időjárás. Ajja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 j
sose találom meg a törpöket. Majd azok az undok kis törpök. Villám csapott a hátsomba, bőrigáztam, és a varázsgömböm is összetört. Hát mi más történhet még? Ez egészen biztosan tört, papa művel. Szia, miau! Jaj, szia, miau, szállj le rólam! Te nyavajás kis szörcsomó! Drinjünk el innen! Ahhoz, hogy turp lehess, bátornak és ügyesnek kell bizonyulnod. Rendben! Mit kell kitörpölnöm? Bekötött szemmel megforgatunk, és el kell találnod a céltábla közepét. Miféle céltábla? Semmit se látok. A turpoknak ez nem akadály. Sikerült! Megcsináltam! Állítsátok fel a csúszós rudat! A második teszt során, AstroTurp, fel kell másznod a rúd tetejéig. Magasabbra is másztam már! Egy billió évbe telik majd, mire felér a tetejére! Igen, ahogy mondod, egy billió évbe! Utálom a csúszós rudakat! Fent vagyok! Törp egyszerű! Hiszen a rúd nem is csúszós, ügyifogyi! Nem csúszós! Ügyifogyi! Hát én azt hittem, ez hami dolga, de tényleg... Az enyém? Én azt hittem tulifuli feladata. Lusti élet volna! Most pedig át kell úsznod a tavat. Rendben! Jó úszó vagyok! Azzal a kővel együtt. A kővel együtt? De az törpéletesen lehetetlen! Jaj, nagy kár! No hát, te ismerősnek tűnsz. Nem láttalak már téged valahol? Kit, engem? Ugyan? Nem, én csak éppen... Megy az idő. Ha turp akarsz lenni, át kell úsznod vele a tavat. Ez aztán könnyű feladat lesz. Ez valami vicc, az a kő. Látjátok? Úszik. Hogyan? Mert habkő! Még egy utolsó teszt vár rád, AstroTurp. Készen állok! Bizonyítanod kell, hogy nem félsz a turpok életétől. Mindent neked kell főznöd, és az edényeket is neked kell eltakarítanod. Le kell térdelned minden turp előtt, akivel találkozol. És meg kell csókolnod a lábukat. De... És nem ehetsz más, csak vadfűvet. Nem fütyülhetsz, nem énekelhetsz. Mindegy, milyen boldog vagy. És nincsenek ünnepek, se turp karácsony, se turp Valentin nap. Szóval mindezek együtt tesznek téged igazi turpá. Nos, ha belegondolok, talán jobb volna mégis hazarepülnem. Mi folyik itt? Olyan álmos lettem. No, hát én... Elaludt, a varázsital újra működésbe lépett, változzunk hát vissza! Jaj, de jó! Nincs jobb dolog a világon, mint
csinálhatom ezt. Oh, milyen messze vagyunk, törpapa? Jaj, ne kezdjétek! Hol? Hol vagyok? Oh. Éljen, AstroTörp! Éljen! Hip-hip, hurrá! Otthon, édes otthon! Van törpikus volt, törpapa. Egy bolygón jártam, ahol turpok laktak. Turpok? Na hát, igazán. Azt akarták, hogy maradjak, de honvágyam volt, ezért visszajöttem. Nem akarsz megint útra kelni, ugye? Nos, az űrutazás még mindig hívogató, ugyan? De sehol nem lennék olyan boldog, mint itt. Mindenütt jó, de legjobb otthon. Jaj, ebben törpapa keze van, de megfizet érte, dupla megfizet! Jaj! Kedves naplóm, ma már többet nem írok beléd. És most edek egy kis törbogyót az ebédhez. Kíváncsi vagyok, mit ír rólam, törpilla? Kiesem, kilesem. Biztos nem fog megsértődni, ha icipicikét belenézek. Leske, törp! A naplóm! Teljesen elázott. Ne aggódj, törpilla. Látod, már semmi baja sincsen. Jaj, nagyon haragszom rád, Leske. Mindenbe beleütöd az orrodat. Csak egy kicsit belelestem. Mit főzed, hami a konyhában? Kilesem. Ez nem rétes, nem torta. Ez valami még finomabb lehet. Abban nem lehet semmi baj, ha belekukkantok. Leske, törőpre tetted a felfújtamat. De én nem akartam. Kifelé, de... kifelé, és többi beledugd az orrodat a sütőmbe. Miért olyan érzékeny mindenki? Én csak egyszerűen szeretek leskelődni. Szia, Okoska! Szia, Ügyifogyi! Hogy igyek a figyek, ha? Őrizzük törpapa laboratóriumát. Őrzitek? De minek őrzitek, he? Azt nem mondhatjuk meg. Nem bizony. Törpapa ugyanis egy szigorúan titkos kísérletet folytat. Igen, mi parancsba kaptuk, hogy senkit nem engedhetünk be. Ez rá duplán vonatkozik, Leske törp. Igen, duplán! Végre több napi munka után belekerül az utolsó alapanyag is. Csak egy cseppet, óvatosan. Mit csinálsz, törpapa? Mondd! Leske törp! Mi történt? Törpre tetted a kísérletemet, az történt! Te csak leskelődni és szaglázni tudsz! Igen, igaza van, és mindig csak kárt okozol a törpieknek. De hát én nem akartam! Mindig ezt mondod! És ott leskelődsz, ahol semmit keresni valót! Miért baj az, hogy kíváncsi vagyok? Nem az a baj, hogy kíváncsi vagy, hanem hogy ezzel bajt okozol. Engem annyira dühít, hogy mindig mindenbe beleüti az orrát. Engem is. Minket is. Én nem akartam kárt okozni, csak megismerni a dolgokat. Hát taníts meg mindenre, törpapa, kérlek szépen. Rendben van, Leske. Már is indulhatsz a nagymocsárhoz, hogy összegyűjtsd a kísérlethez szükséges anyagokat. És hogy ne üsd bele az orrodat semmibe, Okoska és Ügyifogyi is veled megy. Igen, törpapa. Már csak egy valami kell. Mocsári bugyor, azt találunk itt. De nagyon remélem, más nem. Siess már, Leske! Itt mindig vacog a fogam. Rendben van, ez lesz az utolsó. Jó, akkor húzzuk el innen a csíkot. Várjatok! Figyeljetek csak!
Halljátok, mindig csak ez a munka. Elegem van belőle. Nem tudom miért, amikor mindent én csinálok. Hallottátok ezt? Lássuk meg őket, jó? Nem lehet. Emlékezz, mit mondott Törpapa. Igen, igen, vissza kell mennünk a faluba. Jól van, jól van. Mindjárt utánatok megyek. Leske, ne! Gyere vissza, Leske! Minden átkozottnak keressük. Azt az átkozott tekercset. De sohasem találjuk. Bárcsak szerencsénk lenne végre. Gyere már, Leske! Tűnjünk el innen! Ti nem vagytok kíváncsiak? Gyere már, Leske! Nézd csak, nővérkék! Kicsi kék bestiák! Segítsen! Megvagytunk, drágáim! Lehet, hogy van belőlük még több is a víz alatt. Mi ez? Ó, találtam valamit! Megtaláltuk! Végre! Végre! Mit találtatok? Mi az? Mi az? Gyönget! Látod, nővérkém? Végre a miénk az elveszett tekercs! Hála ezeknek a kis kék bestiáknak! Ó, hát ez törpszerű. Akkor most elmehetünk? Elmenni? Azt már ne! Hát, fogtok nekünk a jövőben is szerencsét hozni. Amikor felfedezzük az elveszett várost! Az elveszett város? Tényleg? Hol van az? Majd megtudjátok, ha eljön az ideje! És most seferjünk haza! Hello! Bosszékák, drága gonosz nővérkéim, én vagyok az Hókuszpók, ha-ho! Egy kis bossziport jöttem venni tőletek. Van itthon valaki? Nincsenek itt ezek a csúfvén banyák. Akkor én most ingyen kiszolgálom magam. Egy kis üveg cseh babonnyál, két deci fekete sav, egy kis ilyen, egy kis olyan. A boszorkányok. Húha, nem találhatnak itt bennünket, mert akkor varangyukká változtatnak. Jaj, ne! És most be a ketrecbe, kis kék bestiáim. Nővérkém, van itt valaki? Én azt is tudom, hogy hol. Hókuszpók! Jó estét, hölgyeim. Erre jártam, gondoltam. Hazudsz! Abrakadabraka! Hogy kerültek az üvegcsénk? A táskádba. Biztos ez a koszos macska tette bele őket, amikor nem figyeltem oda. Szégyeld magad, Szia-Miau. Nem, nem én voltam. Ezek szerint lopsz tőlünk. Menj, és ide többé bevetted a lábadat. Engedjetek el minket. Igen, már itt a lámpaoltás ideje. Csendet és aludjatok, kék bestiák! Kék bestiák? Kék bestiák? Szia, miau! Ezek csak a törpök lehetnek! Nyám, törp, nyám! Hamarosan, igen, most már hamarosan a miénk lesz az, ami a világon a leggonoszabb és a leghatalmasabb! A gonosz jór jogara! Mi az? És hol van? És lehet látni? És mikor? Jór a nagy varázsló, aki az elveszett városban él. És olyan jogart készített magának, amely végtelen gonoszságra képes. Gonoszságra? Az kell nekem! Jaj!
Jó így, nővérkém, hajnalban indulunk az elveszett városba. Hát, nekem az a véleményem, amit már Törpapa is megmondott, hogy lassan jár, tovább érsz. Végül is, ha jobban meggondolom, mégiscsak hajnalba kell indulni. Követjük őket az elveszett városba, és megszerezzük tőlük azt a gonosz jogárt. És ha az enyém lesz kővévé, változtatom a bozikat, aztán jöhetek a törp kis... Leske, Leske törp! Ügyi fogyi! Okoska! Jaj, Törpapa, vajon mi lehet velük? Nyugalom, Törpilla, még nem kell aggódni. Törpapa, gyertek ide! Nézzétek, mit találtam! Na, most már aggódhatunk, ebbe a zsákba szedték nekem a növényeket. Gyerünk, törpikéim, nincs veszteni való időnk! Ő biztos tudja, hol vannak a törpök. Megkérdezem. Hókusz-pók, a lelkiismeretet hangja szól hozzád. A lelkiismeret hangja. Hol vannak a kis törpök? Az a kis nyamvat törpök ott fönt a bosziházban. Nem lesz könnyű onnan kiszabadítani őket. Nehogy felébresszük! Na most elégedett vagy? Nézd, micsoda bajba kevertél minket. De én nem akartam. Ó, okoska, Törpapa biztos kiszabadít minket. Törpapa? Azt nagyon kétlem. Törpapa soha nem talál itt ránk. Elvesztünk. Végünk van. Vajon hiányzunk nekik? Törpapa! Ó, hát Törpapa, épp azt mondtam a törpieknek, hogy biztosan eljössz értünk. Várjatok, mindjárt kiszabadítunk benneteket. Húzd! Szép munka, törpök. Gyerünk! De kilesném, mi van benne? Jaj, Leske, ne! Már megint kíváncsiskodsz. Én csak belekokkantak. Gyorsan, Leske, futás! A kék bestiák! Megszöknék! Vissza, vissza! Szíra, szíra! Gyorsan, tele! A kosárba! Ideje elindulnunk, nővérkém, az elveszett városba! A szerencse hozó kék bestiákkal együtt! Szia, miau! Mielőtt még a nap lemegy, miénk lesz a jogar és a törpikék! Most a fát körbe röpülni így, mi? Öt kört tenni a nagy mocsár fölött! Gyorsan, szia, miau! Utol kell érnünk őket! Itt a mohás szikla és az üres vatörzs! Gyorsabban, kis cicám, gyorsabban! Utol kell érnünk őket! Nem maradhatunk le! Ó, nővérkém, nem sokára megérkezik! Tudom, tudom, és olyan boldog vagyok, mintha békát nyeltem volna! Nézd,
térkép. Végre! Ott az elveszett város. Én szinte a bőrömön érzem a gonoszságot. Igen, igen, én is. És ez a gonoszság hamarosan a mi hatalmunkban lesz. Ez nem mi? Hókuszpók. Köszönöm, kedves hölgyeim, az idegen vezetőt. Elviszem a söprűtöket és a kis kék bestiákat is, hogy ne unatkozzam. Na most aztán igazán benne vagyunk a pácban. Gyere, kis cicám, repüljünk gyorsan az elveszett városba, és szerezzük meg a jogárt. És most söprű, föl, előre! Azt mondtam, föl, te nyomorult söprű, föl! Jó! Nem, menj már lefelé! Azokat a szegény kis kék bestiákat sajnálom. Remélem, összetört Hókuszpók minden csontját. És többé nem tud lábra állni. Gyorsan csináljunk új söprit. És induljunk a jogaré. Törpikém, jól vagytok? Hol vagytok? Itt, törpapa. És mindannyian meg vagyunk. Kivéve Ügyi Fogyit, ugyebár? Én is itt vagyok, törpapa. Ügyi Fogyi? Akkor... Én is itt vagyok, törpapa. Erre törpök gyorsan! Utánuk, kis cica! Innen soha nem kerültök kiélve. Őrizd a törpöket, amíg én megkeresem a jogart, és akkor kihúzzuk őket! Törpök, azt a jogart nekünk kell megszereznünk! De hogyan? Csapdába estünk! Talán nem! Ez a kő mozog, de mindenki segítsen! Szép munka, törperős! Tudom, hogy itt kell lennie annak a nyavajás jogarnak, és addig nem nyugszom, amíg az enyém nem lesz. Amíg az enyém nem lesz! Érzem, hogy a jogar nem ezen az emeleten van. Gyerünk! Mi van oda bent, törpapa? Mit gondolsz, he? Beresünk egy kicsit, he? Leske, óvatosan, érzem nagy gonoszság árad ebből a szobából. Borsódzik a hátam. Az enyém is. Ki nem állhatom a borsót? Én megyek előre, ti pedig utána. Igen, is, törpapa. Nekem nem tetszik ez a hely. Én meg ki nem állhatom. Nézzétek, az csak a nagy varázslói lehet. De hol a varázsló? Hova ment? Azt hiszem, törpök, erre tudom a választ. A gonosz jogar porrá változtatta a saját készítőjét. Porrá! Igen, a varázsló följegyzése szerint a jogar olyan gonosz volt, hogy még ő sem tudta irányítani. Attól félek, hogy az első kísérlete egyben az utolsó is volt. A dobozba is csak nagy nehezen tudta visszatenni. Ebbe a dobozba? Leske, nem, menj onnan! Törpapa! Törpapa! Eddig egyedül te vagy az oka, Leske! Ha nem kíváncsiskodtál volna, ez nem történt volna meg. Jaj, sajnálom, törpapa. Többé nem kíváncsiskodom. Megígérem. Késő bánat. Neki vége, és nektek is végetek lesz, ha megkaparintom a jogart. El a kezekkel, Hókuszpa. A jogar a miénk. Adjátok, az enyém. A miénk. Az enyém. A miénk. Az enyém. Ezért mi? Megfizettek, banyák! Te fogsz fizetni! Tökkel ütött varázsló! Nem hagyhatjuk, hogy megkaparintsák a gonosz jogart! Gyerünk! Előre, törpapáért! Előre! Gyerünk! Törpapáért! Gyors!
gyorsan! A bozik söpője jó lesz! Jöttek! A kék bestiák! Elrúgják a javarunkat! Azonnal hozzátok vissza, kis nyomorult törpök! Meg kell szabadulnunk ettől a szörnyűségtől. Mielőtt ő szabadul meg tőlünk. Nem fog sikerülni, törpök. Sikerülnie kell. Mögd! Sikerül! Hurrá! Törpapa biztos büszke lett volna ránk. Igen, büszke is vagyok rátok. Törpapa! Te élsz! Igen, bár ebben én sem voltam egészen biztos. A jogar megsemmisülésével megszűnt a varázslat is. Menekülnünk kell, mert a jogar még utoljára bosszút áll. Ez egész a ti hibátok! Nincs jogarunk, a törpök meg megszűntek! A te hibád! Egyébként megint rémáltatok! Kieshetek, törpök, futás! Gyere vissza, te nyomorult varázsló! Na várj csak, egyszer még a kezünk közé kapunk! Végre! A gonosz jór jogara füsté vált! És füstbe ment hókuszpok gonosz terve is? Segítség! 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 Elkapunk, hókuszpok! Jaj! 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 Leske törp, a kíváncsiskodásod miatt kis hiány meghaltunk. De hát miért baj az, hogy egy kicsit kíváncsi vagyok? Ahogy a régi közmondás tartja, aki kíváncsi, hamar megöregszik. Igazán van, törpapa? A kíváncsiság önmagában nem baj. Persze, hogy nem baj, törpapa. Mint ahogy mindig mondtam, és nem győzöm eleget hangsúlyozni, a kíváncsiság azt jelenti, hogy valami oldhatatlan vágy ég bennünk az ismeretlen föltérképezésére. Igazán kíváncsi lennék, hogy ezt miért csináltátok? Én utálok söprögetni. La la la. Ó, szia, Dülifuli! Én már alig várom a ma esti Szent János Bogár ünnepséget. Ki nem állhatom a Szent János Bogár ünnepekre. Remélem, az idei Szent János Bogár ünnep is törpösre fog sikerülni, Lustikám. Az lehet, hogy törpös lesz, de hogy mennyit kell előtte dolgozni, az nem igaz. Fáradt vagyok. Én is nagyon elfáradtam, de már tudom is, ki fog felváltani. Kicsoda? Ha? Ki másra gondolhattam volna, mint segít kéne? Gyönyörű nap ez a mai, igaz, barátom? Igen, szerintem is. Csodálatosan süt a nap. Segíthetek nektek valamiben? Hát, ha már megkérdezted, bizony tennivaló az akad épp elég. Tudod, nekem többinetesen egy fontos dolgot kellene elintéznem, és megkértem ügyi fogyit, hogy segítsen. Lehetne arról szó, hogy... Ez az én legnagyobb bajom, hogy nem tudok nemet mondani. Akkor is igent mondok, ha nemet gondolok. Ki tudja, miért nem tudok megváltozni? Miért van az, hogy nem tudok nemet mondani? Szia, segítke! Sajnos az a helyzet, hogy törpenetesen sok dolgom van és alig győzöm. Miután végeztél a lisztőléssel, nem cipelnéd oda ezeket a köveket? Dehogy nem, törperős, és nem segíthetek neked esetleg még valamiben? Hát, már csak! Ó, szomjas vagyok! Adnál nekem egy pohárka rivizli szörpöt? Tessék! Tessék, törperős, meghoztam a követet! Jó, ha ide teszem! Itt is segítkezhetsz egy kicsit, segítke, ha úgy gondolod. Gyere, és rak szépen sorba a köveket! Hé, hey, hát ti meg hová mentek? Ebédelni. Neked is hozunk valami harapnivalót. Szörnyű, milyen hőség van. Elmegyek a folyóhoz és úszom egyet. Segítke, megkéretnélek valamire? Itt a kalapács, befejeznéd helyettem azt, amiben belekezdtem. Persze. Igen. Nagyon szívesen, ügyi. Menj csak, ússzál nyugodtan, és kívánom, hogy érezd jól magad. Most, törpikéim, lássuk, hogyan álltok az előkészületekkel az esti ünnepre. Ahogy látom, remekül megy a munka. Remélem, barátaim, hogy az esti sorsolásig mindennel elkészültek.
Figyelj csak, Segítke, mondd, megöntözted már a virágágyásaimat? Ó, még nem végeztem az öntözéssel, ha befejeztem a... Segítke, ha jól emlékszem, azt ígérted, hogy segítesz nekem a díszítésben. Igen, de előbb... Jaj, de jó, hogy itt vagy, Segítke. Jaj, megkérhetnélek, hogy segítsek. Várj, Fügyi-Fügyi, most nekem van szükségem a segítségére. Neked is segítek. Persze, nektek is segítek. Hát előfordult valahol, hogy nem segítettem valakinek, de maradjatok már csöndben, csönd legyen! Jól van, azért nem kell idegeskedni. Ez a zene, ugye? Szerintem is törpéletesen jó, nagyon élvezem. Ki nem állhatom a zenét. Igenis, a táncot is utálom. Kivéve, amikor nem. Egy kicsit elfáradtam. Okoska, úgy szeretem nézni, amikor a törpjeim önfelettem mulatnak. Bizony, munka után édes a pihenés. Milyen munka után? Ja, azt hiszem, értenem. Segítkének meg mi baja? Fogalmam sincs, de hiszen alig áll a lábam. Mondd, Segítke, miért nem veszel részt a mulatságon? Az a helyzet, hogy törpéletesen fáradt vagyok, sőt, mondhatni egészen kipukkadtam. Hogy lehet, hogy a többiek nem fáradtak? Nézd, milyen nagyszerűen érzik magukat. Igen, hát persze, hogy nem fáradtak, hiszen mindenben hozzám fordultak segítségért. Törpapa! Tényleg, éppen ideje, hogy elkezdjük a sorsolást. De törpapa! Várj már, törpapa! Ti mindig kipapráltok velem! Törpök, figyelem! Csendet kérek! Törpapának fontos bejelenteni valója van számotokra. Nem sokára megkezdjük szokásos évi Szent János Bogár ünnepünket, ezért most sorsolással kell eldöntenünk, ki lesz az, aki elhozza az erdőből a foszforeszkáló lángot. Én akarom. Annak a törpnek, aki megnyeri a sorsolást, holnap el kell mennie a nagybocsárhoz, hogy elhozza a szent foszforeszkáló lángot. Egyedül ezzel a lánggal gyújthatjuk majd meg Szent János Bogár lámpásunkat, amely ünnepségünk befejezését jelzi. De bárki kapja ezt a megtisztelő feladatot, nagyon ügyeljen arra, nehogy az erdőben kialudjon a láng. Most pedig gyertek közelebb, és mindenki vegyen ki egy-egy ribizlit innen a kosárból. Az fogja elhozni az erdőből a foszforeszkáló lángot, aki a zöld ribizlit húzza. Lusti, ébredj már! Hé, Lusti! Jaj, a törp, most te következel! Jaj, igen, már is kihúzom, törpapa! Jaj, a törp lett a szerencsés győztes, övé lett a zöld ribizli, gratulálok! Tiéd a feladat, hogy elhozd az erdőből a foszforeszkáló lángot! Holnap a foszforeszkáló lánggal meggyűjtöd ezt a fáklyát. Sok szerencsét kívánok! Törp-törp, hurrá! Törp-törp, hurrá! Mit vagy, kicsoda? Mi az? Kikopok? Gyere csak be! Szia, Segítke! Igazán ne haragudj, nem megzavartalak a pihenésedben, nem haragszolom. Mit akarsz már megint? Ti engem állandóan kihasználtok, és ebből nagyon elegem van! Jaj, a törp! Neked meg mi bajod? Na, tökélek, ne haragudj rám, Segítke! Csak szeretnék kérni tőled valamit... Szívességet? Igen. Honnan találtad ki? Hát, csak úgy sejtettem. Nem értem, hogy lehet az, hogy én állandóan ilyen dolgokba keveredem. Sok szerencsét, Segítke! A nagy mocsár? Olyan furcsa ez a hely. Fúj! És milyen vizes! Ó, törpegek, azt hiszem, ez az utolsó alkalom, hogy szívességet teszek bárkinek, és már nagyon unom ezt az egészet. Én itt sehol nem látok foszforeszkáló lángot. Fogalmam sincs, mit kellene tennem. Azt hiszem, ez lesz az!
tényleg nem vagyok normális, amilyen törpenetes helyzetekbe keveredem állandóan. Ez könnyebben ment, mint gondoltam. A törp iskoláját kialudt a láng. Most mi a törpöt csináljak? Legyen átkozott, aki kioltotta a lángomat. Legyen átkozott, aki nekem bosszúságot okozott. Jó, azért ennyire ne haragudj rám. Hidd el, csak véletlenül történt igazán. Legyen átkozott, aki kioltotta a lángomat. Ez törpompás, barátaim, már csak jajga törpöt kell megvárnunk, hogy visszaérjen. Ez a hirtelen vihar nem hiányzott, remélem az eső nem oltja el a fákját. Remélem hamarosan vissza fog érni, hisz mindjárt sötétedik. Hol van Segítke? Már régen vissza kellett volna érni. Ja, nagyon remélem, hogy nem esett semmi baj. Ó, és ha mégis. Vaj, mi lesz, ha mégis törpénik vele valami? Annak is én leszek azokkal. Csak ne félnék mindentől annyira. Igen, azt hiszem, az az egyetlen megoldás, hogy elmegyek az erdőbe és megkeresem. Vagy talán mégsem mennek. Vagy igen, vagy mégsem. Jaj, törp, szedd össze magad végre. Igen, törp, papa, már is indulok. Szóval itt vagy, jajga törp. Szia, törp, papa. Örülök, hogy már is visszaértél. A lámpást az ünnepség legvégén gyújtjuk meg. De mondd, ugye nagyon ügyeltél arra, hogy ne aludjon ki a foszforeszkáló láng. Igen, persze, törp, papa. És mondd, mi történt volna, ha mégis kialudt volna? Az felébresztette volna a mocsári szörnyeteket. Na, az ünnepségen találkozunk. Mocsári szörnyeteg? Remélem segítőrp nem ébresztette fel. Vajon mi lehet szörnyeteg? Van itt valaki? Segítke, hol vagy? Mondj már valamit! Segítke! Legyen átkozott, aki kioltotta a lángomat! Legyen átkozott, aki nekem bosszúságot okozott! Jaj, törpege! Segítke, hol vagy? Köszi, Aigatörp, gyere menjünk, tűnjünk el innen mielőtt. Most már késő. Legyen átkozott, aki kioltotta a lángomat. Legyen átkozott, aki nekem bosszúságot okozott. Aigatörp, rohanjunk gyorsan. Átkozott, aki kioltotta a lángomat. Legyen átkozott, aki nekem bosszúságot okozott. Törpapa! A törpök már mind összegyűltek az ünnepségre, de a fákját sehol nem találjuk. Pedig én nemrég láttam jajga törpöt, és ő azt mondta, hogy... Meddig kell még várnunk? Jajga törp! Vajon megtalálta a lángot? Na, túl sokat késik. Én utálok várakozni. Mi is utálok várakozni.
Jajga törpöt látta valaki közületek? Nem láttuk törpapa. Én tegnap este láttam Segítke házában, törpapa. Segítke házában? És Segítkét láttátok? Ma mondjátok. Őt sem láttuk, törpapa. Azt hiszem, törpiké, én most már kezdem érteni a dolgot. Segítke, nyisd ki az ajtót! Hát ez meg micsoda? Kinek van ilyen szörnyű hang? Fogalmam sincs, törpilla. Magasságos törpekek egyenesen a faluba csalogatják. Kit csalogatnak a faluba, törpapa? A mocsári szörnyeteket, mert felébresztették. A mocsári szörnyeteket? Figyeljetek rám, törpikéim! Ürítsétek ki a falut és várjatok meg a folyó túlsó partján! Igen, törpapa! Segítség! Jaj, törpapa! Törpapa! A törnyetek üldöz minket! Segítség! Legyen áldozott, aki kioltotta a lábamat! Legyen áldozott, aki nekem basszuságot okozott! Törpapa, rögtön itt lesz az örnyeteg! Jajga törp, nekem, mintha azt mondtad volna, hogy nem oltottad ki a mocsárban a lángot! Én oltottam ki a lángot, törpapa, de csak véletlenül történt! Nem figyelmeztettelek benneteket eléggé, de most valakinek azonnal vissza kell mennie a mocsárhoz, és újra meg kell gyújtani a lángot! Vissza kell menni a mocsárhoz! Legyen áldozott, aki nekem basszuságot okozott! Majd én elmegyek, törpapa. Végül is az én hibámból történt az egész. Én pedig vele megyek, mert végül is az én feladatom lett volna az egész. És mondd, nem félsz, nagyon jajga, törp. És te segítsd! Mi egyáltalán nem félünk! Ezt vigyétek magatokkal, és megfelelő időben olvassátok el, ez meg fog védeni titeket. Sok szerencsét, törpjeim! Köszönjük, törpapa! És ne feledjétek, ne szégyeljétek, hogy féltek. Ez mindenkivel előfordulhat. Igen, törpapa! Ha féltek is, ne szégyeljétek. Ez mindenkivel előfordulhat. Maglyok és madarak, ők is félnek néha. Sőt, ez még velem is előfordulhat. Igen, ez törpapával is előfordulhat. Mindannyian félünk a sötét erdőben. Vihartól, kígyótól, szörnyű villámtól. Szellemeket látunk, darázs elől futunk. Ilyen az, ha bátrak nem vagyunk. Ha féltek is, ne szégyeljétek. Ne szégyeljétek a félelmet, ez mindenkivel előfordulhat. A mókuska is fél, még a saját árnyékától is. Bizonyám, és törpapa is szokott félni. Egy hatalmas törpevő szörnyetek közeledik, és ilyen óriási fogai vannak. Okoska, arra kértelek, hogy ürítsd ki a falut, nem arra, hogy pánikot kelts. Az a helyzet, hogy én csak... Mi van a mocsári szörnyeteggel, törpapa? A mocsári szörnyeteg éppen hazafelé tart. De mondd, törpapa, hol van Jajga törp és Segítke? A mocsárhoz vezetik a szörnyeteket. Micsoda? Ez komoly! Legyen áldozott, aki kioltotta a lángomat! Legyen áldozott, aki nekem bosszúságot okozott! Megérkeztünk, Jajga törp! Most már csak az a dolgunk, hogy újra meggyújtsuk a lángot! Azért, hogy megengedett, hogy egy kicsit kifújjam magam! Jó, de igyekezz, mert a szörnyeteg már itt áll a hátunk mögött! Hol? Gyorsan nézd meg a papírtekercset! Igen, a papír tekercsek, ma már is nézem. Ó, nyári ének, a nagy szellemek érve kérünk, segíts rajtunk, adj erőt a nehéz percben, a percben, hogy nehogy a szörnyeteg kifogjon rajtunk. Tisztelt szörnyeteg úr, én voltam az, aki kioltotta a lángot a mocsárban, de véletlenül történt, és nagyon sajnálom. Jól van. Szemlyesebb vagy nálam, Segítke? Már hogy volnék? Különben is te húztad a zöld ribizlit, a te dolgod. Az enyém? Mivel más törp nincs itt rajtunk ki? Ne jajgass már! Tessék, menj! Igazad van, ez tényleg az én feladatom. Te is ez sikerült! Ja, sikerült meggyújtanom a lángot! Sajnálom, hogy
rád akartam hárítani azt, ami az én kötelességem. Emiatt ne izgass magad. Mondok neked valamit. Most igazán nagyon bátor voltál. De te segítettél? Hát úgy látszik, nekem ez a sorsom. Ó, nézd segítke, milyen gyönyörűek a csillagok. Jó volna már otthon. Én nem értem, hogy mit csinálnak ilyen sokáig. Lehet, hogy a mocsári szörnyetek elkapta, és megette őket vacsorára. Nyugodj már meg, okoska, hamarosan itt lesznek. Legalábbis nagyon remélem, hogy napfelkelte előtt megérkeznek. Törpapa! Törpapa, itt vagyunk! Nézzétek csak, itt jönnek, és hozzák a foszforeszkáló lángot. Hurrá! Én mindig tudtam, hogy vissza fognak jönni, és ezt neked is megmondtam. Mindig bizakodónak kell lennünk, és a reményt soha nem szabad elveszítenünk. És tudod? De nem ám, tréfikém, mindenki végezze csak szépen a maga dolgát. Ezt figyeld, legyecském, de jó kis rohadt tepret találtam, ezt igazán véteg lenne itt hagyni. Törpompás lesz, ez már zaftosan rohadnak látszik. Na, el tudod kapni? Ébredjetek már, törpikéim! Gyorsan el kell takarítanunk innen ezt a sok szemetet! Hol van itt szemét? Jó reggel, segítke! Ugye elvinnéd oda helyettem ezt a szemetes vedret? Szia, segítke! Mondd csak, visszavinnéd helyettem ezeket a köveket! Még nem mondtam semmit, mi a törpütött beléd? Ha, engem nem fogtok többé baleknak nézni! Elegem van ebből, ez többé nem fog előfordulni! Nem félek már semmitől, senkitől is semmitől. Jó reggel, segítke. Arra gondoltam, segíthetnél nekem egy... Nem fogok! Jaj! Segítke, elmennél helyettem? Nem. De én csak arra kérnélek. Hagyd el! Segítke, figyelj csak! Hagyd el még! Nem! Ho-ho, segítke! Szia, segítke! Csak azt szeretném kérdezni, hogy esetleg... Bármit akarsz is kérdezni, a válaszom nem! Nem, 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 nem! Jól van, a te dolgod, nagyon sajnálom. Én csak ebédre szerettelek volna meghívni. Ha? Ó, az egészen más. Abban nagyon szívesen segítek, hogy megegyek veled valami finom ebédet. Hé, törpilla! Bármit megyek! Á, a tavasz! Tudod, a tavasz az az évszak, kerti törp, amikor minden élő lény szívében beköltözik a szerelem érzése. Meg a házasság gondolata. Igen, ez így igaz. A kisfia nagyon taposott minket, még csak nem is köszönt. Hová rohansz ennyire, bundás barátom? Összeházasodtok, akkor nagyon sok tennivaló vár rátok, nem tartunk fel benneteket. Legyetek nagyon boldogok! Szerelem és házasság. De engem ez nem érint, ugye? Ki jönne hozzám feleségül? Szia, kerti törp! Ugye milyen törpös nap ez a mai? Itt egy virág, a sapkádra tűzheted. Nagyon szépen köszönöm, törpilag, köszönöm, nagyon nem értem, miért kapagyolik össze a nyelvem, amikor törpillához beszélek. Lehet, hogy szerelmes vagyok belé. Igen, szerelmes vagyok belé. Gyönyörű mennyasszony lesz. De vajon megelégszik-e egy magamfajta törpel? Bár csak meg tudnám valahogy hódítani. Mi lenne, ha verset írnék neki? Milyen törpös ötlet? Csak az a bökkenő, hogy nem tudok verset írni. De van valaki a faluban, aki? Gőtörp, kérlek segíts nekem! Miben segíthetek, kerti törp?
Én szeretném kifejezni Törpilla iránt érzett szerelmemet. Arra gondoltam, hogy... Hogy írjak neki szerelmi vallomást a nevedben. Nagyon szívesen. De ez maradjon a titkunk. Lakatot teszek a számra. De ki fogja továbbítani a levelemet Törpillának? A Dunifuli. Dunifuli, kérlek, továbbítsd ezt a levelet Törpillának, de esküdj meg arra, hogy erről senkinek nem beszélsz. Utálok esküdözni. Hallgass, mint a sír. Ez meg ki lehet? Dunifuli, szia! Tessék! Ezt egy titkos hódolóm küldi. Imádom a titkos hódolókat. Utálom a titkos hódolókat. Milyen csodálatos a stílusa. Már a verséből is látszik, hogy nagyon jó képű lehet. Kifinomult, romantikus és okos, kedves és törpös. Azonnal válaszolok neki. Még ma vidd el neki a válaszlevelemet, de ígérd meg, titokban tartod az egészet. Ki nem állhatom a titkokat? Kedves titkos hódolóm, megremegett a szívem, csupa liba bőr vagyok, bárcsak tudnám a nevedet. Ó, titkos hódolóm, bárki is vagy, várlak ma este a nagy tölgy alatt. Ó, az én vagyok, velem akar találkozni? Ó, nem is velem akar találkozni, hanem a titkos hódolójával. Talán segíthetne nekem valaki, hogy én is hódító legyek. De kicsoda. Hol találok én olyan törpöt, aki okos, kedves és kifinomult? Na és persze jóképű. Nem kell tovább keresgélned. Ó, tényleg, tőled mindent megtanulhatok a hódításhoz. De esküdj meg, hogy titokban tartod. Soha egyetlen törpnek ne mondd el. Hallgatni fogok akár a sír. Ügyi, biztos vagy benne, hogy ez az állarc még egy magamfajta vidéki tökfilkót is elbűvölővé varázsol? Egészen ellenállhatatlanná fog tenni. Próbáld fel! Egész más így a megjelenésem, nem fog megismerni. Köszügyi, de ne feledd, ez a mi titkunk marad. Na, most már tudom, hogyan változtathatnám aranyjá a törpöket, és már csak egyetlen hozzávalóm hiányzik az egészhez. A törpök! Forralj fel vizet, és tégy bele hat törpöt. Szia-miau, hat törpre, csak hat törpre van szükségem. Meleg, éhes. Ha meleg, éhes, melegnak ennie kell. Kedves tőled, hogy benéztél hozzám, Melák, de a laboratóriumi berendezésem helyett nem mennél inkább egy kis sárszószos kőpörköltet törp galuska körítéssel? Melák imádja a sárszószos kőpörköltet törp galuska körítéssel. Hozol nekem hat törpöt, ünnepi vacsorát kapsz. Hatalmas adag sárszószos kőpörköltet, törp galuska körítéssel. Ami. Sárszószos kőpörköltet, törp galuska körítéssel. Ami. Melák valóra fogja váltani álmaimat. Megszerzi nekünk azt a hat törpöt. Minden pillanatban itt lehet törpojáca. Gyorsan, vedd fel az állarcodat! Ó, ki vagy te? Mit számít a név? A lényeg, kedves, az, hogy szívem fűti hév. Ne olyan monotonon, kedvesebben. Miért viselsz állarcot, titkos hódolóm? Azt akarom, hogy belső értékeimért szeress. Ha meglátnál... Elragadtatással szemlélnéd orszámat. Elragadtatással szemlélnéd orcámat. Egész beleremegne a lábad. Azért ne vidd túlzásba, törpojáca. Aludd, hát legyen kövér. Mikor megláttalak, titokzatos idegen, tudtam, hogy ezentúl érted dobog majd szívem. Össze vagyok zavarodva, Dunifuli. Szeretem, de na mindegy. Kérlek, továbbítsd ezt a titkos hódolómnak, de ígérd meg, hogy titokban tartod. Ki nem állhatom a titkokat? Tudtam, hogy ezentúl érted dobog majd szívem. Törpilla egy titokzatos idegenbe szerelmes, nem belém. Ha rájön, hogy titkos hódolója egyszerű falusi fajongó, az egész falu rajtam fog nevetni. Megmondjam neki az igazat. Mit csinálsz itt, kerti törp?
Ó, hát én csak itt... étel, Melák enni akar. Az előbb Melák azt hitte, két törpöt látott. Meláknak egy törpje van, de még egy. 2, 7, 3, 10, 5-re van szüksége. Aztán megkapja a sárszószos kőpörköltet törpgaluska körítéssel. Nyom, 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 nyom. Van hármasod? Nincs, passz. Nem láttátok törpillát és kerti törpet? Micsoda idő. Nagyon aggódom értük, nem tudom, mit csinálhatnak az erdőben, ilyen időben. Gyertek, törpjeim, keressük meg őket, még mielőtt valami bajuk esik. Nem értem, hogy mehettek el az erdőbe, amikor tudták jól, hogy jön a vihar. Segítség, törpilla, segítség! Törp hangokat hallok. Segítség, törpilla, segítség! Jól hallotta Melák. Igaz, hogy sáros, de mégiscsak törp. Meláknak már 2 törpje van. Hány törp is hiányzik még a 6-hoz? 1, 2, 7. De jobb, ha Melák nem számolgatja a törpöket, hanem megpróbálja összefogdosni őket a sárszószos kömpörkölthöz. Hami, hami! Minden hozzávalónk megvan, cicus, megvan a gránit, egy kis mocsárli, már csak a 6 törp hiányzik. Sose gondoltam volna, hogy így végezzük, hogy megfőznek minket. A kerti törp már évek óta élünk együtt a faluban, és mégis alig ismerjük egymást. Én is nagyon sajnálom, hogy nem volt alkalmam arra, hogy jobban megismerjelek. De most már nincs időnk. Ó, kerti törp, hadd mondjam el neked a titkomat. Szerelmes vagyok a törpkerekség legszebb, legokosabb, legkedvesebb törpjébe. Gyönyörű verseket írt nekem, szívhez szóló sorokat. De most már nem láthatom soha törpé. És ki az a törp? Nem tudom, nem vette fel kilétét, annak ellenére, hogy megkérte a kezem. Azt akartam neki mondani, hogy túl fiatal vagyok még a házasságra. De most már mindegy, nem sokára úgyis rotyogni fogunk. Törpilla, a te titkos hódolód biztosan soha, soha nem fog elfelejteni téged. Most már sokkal jobban érzem magam. Te igazi barát vagy. Neked is van titkod? Igen, nekem is van. Tudod, én... Melák éhes. Melák eszik. Ne, Melák, nehogy megedd! Miért ne? Melák éhes. Ezek mérges gombák. Egyetlen harapás és véged van. Mérges gomba? Baj! Sáros kis törp figyelmeztette Melákot, hogy ne egyen gombát. Ezért Melák szabadon engedi a törpöket. Megszerezted már a 6 törpöt a sárszószos kőleveshez? Ó, nyam-nyám! A leves már elkészült, csak a törpök hiányoznak a lakomához. Hókuszpók becsapott téged. A törpöktől nem lesz ízletes az étel, sőt, fúj! Igazán finom csak 2 piros cipőtől lenne. Melák éhes, és megvan a 2 piros cipő. Hamarosan elkészül a sárszószos kőleves. Nyem, 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 nyem. A piros cipőtől lesz igazán finom a kőleves. A kőlevessel Melák megtölti a pocakját. Most felolvasom nektek a versemet. Ezt a verset teljesen egyedül írtam. A szerelem. Kerti törp, hoztam neked ebédet. Ez igazán kedves tőled, törpilla. De mi van azon a papíron? Verset írtam rá, de ki fogsz nevetni érte? Jaj, dehogy foglak, megígérem. A szerelem olyan, mint egy hagyma. Néha megríkat. A barátság, mint gomba, úgy nő a nap alatt. Thank you.
Nem tetszik ez nekem, túl gyorsan emelkedik a vízállás. Még sosem láttam ilyen csúnyának a folyót, alig látszom benne. Nagyon korán tavaszodik az idén, át fog szakadni a gát. Mi volt ez, törpapa? Az, amitől féltem. Gyorsan kerítsd elő ügyit, meg kell erősíteni a gátat. Igenis, törpapa. Remélem csökken az olvadás, különben egész Apraja falvát elöntheti a víz. Jaj, ez borzasztó. Miért küldött ide törpapa? Egyre betegebb leszek, ahelyett, hogy otthon az ágyikomba feküdnék. Na és én? És ha valami fontos dolog történik otthon, törpapának szüksége lehet a segítségemre. Ne nyavajogjatok már annyit. Törpapa azért küldött minket ide, hogy megnézzük, milyen magas a hó. Tudjuk, törpilla. Fel kell másznunk a csúcsra. Igen, okoska. És ezzel mérd majd meg, hogy milyen magas a hó. Úgy tűnik, megérkeztük. A jelzőkő lesz majd a megfelelő pont a hó megméréséhez. Okoska. Tessék. Hát ez az. Ez a jelzőkő. De hogy lehet, hogy ilyen pici az idén? 6 törp magas szokott lenni. Okoska, nézd meg, hogy a hó mélyebbe, mint a piros jelzés a botodon. Jól van. Majd én megmutatom neked, hogy a hó pontosan olyan mély, mint amilyennek ilyenkor lennie kell. Jaj, okoska, nem esett bajod? Segítség, húzzatok ki! Hapci, gyere, segíts már! Okoska beragadt. Köszönöm, de tulajdonképpen nem is volt szükségem segítségre. Okoska, minden rendben? Talán mégis szükségem volna egy kis segítségre. Ez borzasztó. Nekem, mondod, nincs itt a forró vizes tömlőm. Én úgy értettem, hogy az évszakhoz képest túl sok a hó. És ha ez mind elkezd olvadni, áradás lesz, át fog szakadni a gát, és Apraja falva... Törzsem így! Ilyen helyzetekben az a legfontosabb, hogy nyugodtak maradjunk, mert csak higgadtan lehet megoldani. Hé, várjatok meg! Ez egy melegház. Akkor is lehet benne zöldséget termeszteni, ha hideg az idő. Az idő remek, Ügyi. Ügyi, Ügyi, gyere azonnal a gáthoz! Törpapa hív, vészhelyzet van! Már is megyek, törpapa! Én, okoska törp, úgy sűvítettem el Hapci mellett, mintha csak egy helyben állna. Itt megvárjuk Hapcit. Sajnálom, hogy ilyen korán tavaszodik az idén. Még nem is mutattam be utolérhetetlen bravúrjaimat a síjelésben. Mi történik itt? A gravitáció törvénye szerint hamarosan a hegy lábához érünk. Ó, a tavasz első virágai. Még sose láttam ilyen virágot. Vagy igen? Most nincs idők virágot szedni, törpilla, mert törpapa olyan... illatos. Törpapa? Ki az a törpapa? Törpapa? Én nem tudom. Kocsi! Gyertek már, gyertek! Törpapa vár ránk! Már megint ez a furcsa név. Menjünk! Vajon ki lehet ő? Vajon ki vagy te? Vajon ki vagyok én? Igyekezzetek, törpjeim, árad a folyó! Ez az utolsó, törpapa! Jól van, Ügyi! Nyisd ki a zsilipet! A gát még nyitott zsilippel sem bír el sokkal több vizet, és hójelentés hiányában nem tudom eldönteni, ki ürítsem-e a falut. Hol lehetnek ezek? Egyre betegebb leszek. Hé, erre! A falu erre van! Nem tudom, miről beszél ez itt. Nem, de bármi legyen is, az fontosnak tűnik. Csak tudnám, ki ez itt. Gyertek! Biztos vagy benne, hogy nem akarsz ezekből a gyönyörű virágokból? Jaj, ne! Allergiás vagyok a virágokra! La 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 megvagy! Szia, miau! Én a macskákra is allergiás vagyok. Különösen erre az egyre. Gyere, cic. Jó kis cica vagy. Szerintem tetszik neki. Tess
tessék, szagold meg a virágot. Ugye milyen pompás? Gyorsan, ha túl magas a vízszint, kiszakadhat a gát. Megjöttünk. Na végre, halljuk a hójelentést. Hát, hójelentés? Mégis mi az, hogy hójelentés? Te hisz amiatt mentetek fel a hegycsúcsra. Hát a hó az nagyon... Nem kérsz virágot? A tavasz első virágai. De törpapának tudnia kell, hogy... Köszönöm. Tudnia kell, hogy... Mit is kell tudnia? Na de főleg kinek? Arci! A hójelentést törpapának tudni kell a... Egyet neked, egyet neked, egyet meg neked. Milyen törpös ez az izé. Vajon mire való? Tudom már. Hű, de éhes vagyok. Csak tudnám, mit szeretnék enni. Csak tudnám, mi lehet ebben a dobozban. Finom volt? Igen. Ki ez a sok apró kék lény? Nem tudom, te ki vagy, de az biztos, hogy gyönyörű a képed. Törpapa! Törpapa! Valami nem stimmel ezzel a tüsszögőssel. Kit érdekel? Énekeljünk! La 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 la. Éppen ettől féltem. A gát egy órán belül át fog szakadni. Azonnal el kell hagynunk a falut. Hapci, mondd, milyen mély volt a hó? Törpapa, valami baj van a hapci, hapci, a törpiekkel. Hapci! Törpök, miért hagytátok abba a munkát a gátnál? Miféle gátnál? Miféle munkát? Miféle törpök? Törpapa, én megpróbáltam meg... Acsi! Törpilla, mondd meg, mi történik itt? Nem tudom, elfelejtettem. Ezt neked adom. Törpapa, ne szag, ne... Acsi! Acsi! Mit is mondott tavasz anyu erről a virágról? Törpapa, ne acsi! Mi volt ez? Ki volt ez? Ki vagyok én? Törpapa, a hó az nagyon... nagyon magas. A falu az... veszélyben van. Miféle hó? És miféle falu? És miféle veszély? Pedig tavasz anyó figyelmeztette törpapát. A virágok miatt azonnal meg kell keresnem őt. Tavasz, anyó! Ó, egek, csak nem egy kis törphöz van szerencsém. Tavasz, hapci, anyó! Ó, hát mi baj van, kis barátom? Tavasz, anyó, segítened kell nekik. Hapci! Nincsen semmi baj, öntsd ki tavasz anyónak a szívedet. Az egész akkor kezdődött, amikor törpapa felküldött minket a hegyre, hogy nézzük meg a havat, mert a gát át akart szakadni a faluban. Aztán a sárga virágoktól Okoska és Törpilla mindent elfelejtett. Sárga virágok? Ó, egek! Ó! Teljesen megfeledkeztem azokról a bűvös virágokról. Már eddig is nagyon sok bajt okoztak nekem. Legyen hideg, fogcsikorgató! Egy-kettőre fagyjon be a folyó. Köszönöm, tavasz anyó. Gyorsan visszamegyek apraja falvába. Megmondtam időapónak, hogy túl korán tavaszodott az idén. Talán legközelebb hallgat rám. Mi történik itt? Ki nem állhatom a havat? Okoska, hogy kerültünk ide? Nem tudom, Törpilla, de ha jól emlékszem, nem emlékszem. Te nagy okos. Hol vagyok? Hát itt vagyok. De kár, elhervadtak a tavasz első virágai. Az az érzésem, hogy tavasz anyó megbűvölte az időjárást. Most megnézem a gátat, talán ha befagy a folyó, megmenekült apraja falva. Remek! Befagyott! Megmenekültünk! De... Azt hiszem, hogy megfáztam.
Köszönöm, Hapci. Tessék, tessék, tessék. Egy kis törpgombóc leves. Jaj, de jó! Ideje, hogy te is ágyba bújj, Hami. Kúrálnod kell magad. Hidd el, nekem tapasztalatból beszélek. De Hapci, légy szíves, hozz nekem egy kis törpgombóc leves. Nekem is! Már alig várom, hogy mindenki teljesen meggyógyuljon. Akkor legalább újra beteg lehetek végre. Bár csak törpapa egy másik törpöt küldött volna a különleges gombáért, és vajon az erdőnek miért pont ezen a félelmetes részét terelnek? Jaj, persze! Az erdőnek mindegyik része félelmetes nekem. Sosa se tudja a törpike, miben bobobobozlik. Sose félj, mert itt is harmad kész, a harmad friss, a harmad. Sose félj, mert itt is harmad friss, a harmad. Vagyis, kész a harmad? Nem fontos. A manóba. A többi harmad csepet majd később. Alkonyatkor. Már csak egy gomba kell, és törpapának lesz elég a varázsitalához, én meg végre eltörpölhetek erről a félelmetes helyről. Már meg is van. A mindenit ez juhú nagy. Hey! Jaj, ne! Ne, már megint! Segítség, Halihó! Akárki is vagy, segíts! Kérlek, nem foglak bántani, én csak egy vízi manó vagyok. A harmadot dobálom szét, csak ezúttal a harmad dobálódott rám. Segíts kijutni innen, ne félj tőlem! Na jó, nem is tudom, megpróbálom. Nem, az itt nem lesz jó! A harmad eszencia nagyon erős! Nem lyukasztja ki semmi, csak a varázspálcám! Minden rendben, ne félj! Végre szabadon! Köszönöm, köszönöm! Mondd, milyen jutalmat kérsz? Jutalmat? Igen, bármit, ami a hatalmamban áll. Hát én nem is tudom, kölcsönkérhetem a pálcádat egy kicsit. Hát... Ha megígéred, hogy alkonyatig visszahozod, sok harmadcseppet kell még szétdobálnom. Oredoár! Hű, egy igazi varázspálca! Működik! Itt senki sem tud engem bántani! Itt többé nem kell félnem semmitől! És semmi sem tudja kibukkasztani a buborékot, csak ez a varázspálca. Fogadjunk, hogy ezt a kis szappant egy pillanat alatt kidurrantom. Nem hinném, törperős. Ne erősködj, törperős. Az egész a légnyomás miatt van. Ha bármit is tudnál a légnyomásról, akkor simán ki tudnád bukkasztani a buborékot. Én veled ellentétben mindent tudok a légnyomásról, mert én vagyok törpapa segédje. És ezért... Okoska! Ha rám hallgatnál, nem csinálnál magadból törp bolondot? Hát próbáljam meg én is. Ha tudományosan közelíted meg, mint én, a megoldás egyszerű. Kipróbálod, okoska? Igen, már látom, hát persze. Ahogy törpapa mondja mindig, minden problémára van törpös megoldás. Mi az ördög törp folyik itt? Hey, segítség! Engedjetek ki! Ki akarok lenni? Csak nem ijedtél meg, okoska. Dehogy! Csak viccelődtem. Pontosan tudtam, hogy nincs mitől félni. Nézd csak, jajga törp, meglepetés! Ez meg a te meglepetésed? Ha? Hí, nagyon törpös érzés, hogy nem félek semmitől. Még az is lehet, hogy új nevem lesz. Jajga törp! Ja! De törpapa, megijesztett! Ez a buborék veszélyes. Valaki benne is ragadhat véletlenül. De törpapa! Látod? Használtam a varázspálcát. Igen, látom. De mi van akkor, ha bent vagy, a varázspálcád meg kinn marad? Hát, Vissza kell vinned a gazdájának, mielőtt beletörpölsz valami bajba. Jó, törpapa, a buborékok tényleg biztonságosak, de csak ha... Látod, jaj, gatör? Semmi sem törp biztos. És ha mindig elbújsz a buborékba, ahányszor megijedsz, annak nem lesz jó vége, mert... Melák! Bújjatok el, törpikék!
Jajga törp, te miért eldogázott? Én nem félek többet a meláktól sem, törpapa. Melák enni? Üres gyomor! Nincs itt semmiféle étel, te buta vén óriás! Ki mondani eztet meláknak? Hé, te melák! Itt vagyok! Én mondtam, Jajga törp, aki én vagyok! Melák, most lenni tühös! Melák, beütni orrocskáját! Talán csak nem vagy gyenge, melák! Áó, melák, beütni orrocskáját kétszer! Pedig a melák olyan erős! Most melák, megmutatni! Most nem nevetni melákon! Szegény Jajgatőr! Jaj, szegészt hiszem, rosszul leszek! Melák, jó szórakozni! Törplabda, indul! Gyorsan, törpikéim, most megmenthetjük Jajgatörpöt! A forráspálcám? Jaj, megvan! Törplabda! Jó lenni! Segítség! Törppapa! Melák szeretni törplabdázni! Ah, ez a bátyú nevetés nagyon ismerős nekem, Sziamjau. Nézzünk utána. Melák szeretni rúgni törpöt? Végre biztonságban! A varázspálcám! Na csak, mit találtunk a földön? Bokuszbok! Nosak! Tökéletes törp csapda! A buborék frissen és zamatosan tartja őket. Gyere, Sziamjau! Mindjárt vacsora idő! Hol lenni melák labdája? Gyorsan, hókusz-pókusz! Dehogy szedjük ki Jajga törpöt a buborékból! Mindent a maga idejében, Ügyi! Bizony, mindent a maga idejében, ahogy mindig is szoktam mondani. Mindig jó, ha a törp lábad elé nézem. Hé, várjatok meg! Ne feledd, Sziamjau, tartsd a félszemed, ami kék aranyállunk van. Nézni szabad csak, de nem hozzáérni. Nem sokára, Sziamjau, visszatérek még több törppel. Hókuszpók! Hol vagytok, kis kék vakarékok? Állj ki, ha mehetsz, hókuszpók! Mi lesz már, nyomba törpicsekek? Gyűlölök! Egy pillanat, mégis mitől félek? Sziamjau hozzám sem éred így, de én talán visszavághatok neki. Nem tudsz elkapni! Jajga törp! Vacsorám, a vacsorám megszökik! Te hit vagy jószág! Kapd el! Kövessetek, törpikék! Hol lenni melák labdája? Melák labdája! Jaj, ne! Már megint! Jaj! Elmenni innen, hókuszpók! Nagyon jó, hogy újra látlak téged, öreg barátom, melák! Melák, utálni hókuszpókot! Játszhatok egy kicsit a labdáddal, melák! Nem! Hát jó, te óriás csecsemő! Ehhez mit szólsz? Melák ki akarni menni! Jó, egy törp, egy se! Na gyerünk, te bolond macska, menjünk haza! Iszom! Melák ki akarni menni! Most mit évőtlenjünk, törpapa? Van egy ötletem, minden törp keressen egy erős botot, gyorsan! Igenis, törpapa! Hol lehet, törpapa? Bár sose kaptam volna meg azt a forráspálcát! Hogy szeretnéd a törplakomát, Sziamjau? Párolta megfőzve, rántottának vagy pirítva? Melák, ki akarni menni? Ne aggódj, melák, kiszabadítunk! Gyerünk, törpjeim! Melák szédülni! Mi az a hang?
Jajga törp! Jaj, törpapa! Annyira örülök, hogy látlak! Melák utálni hókuszpókot! Hallgass már, te félnótás, hát látni sem bírlak! Melák kezdeni nagyon dühös lenni! Aha, törpe! Mindenkinek van hely az üstömben! Jaj, ne engedjetek ki! Most már szabad vagy, Melák, egy törp mindig tartja a szabát. Állítsd meg! Nálam a varázspálca! Most Melák újra tud labdázni! Mindjárt ott vagyunk, törp apa! A pálcán! Tessék, visszaadom! Ezer hála! Mindjárt harmat időre jár! Ajaj, jobb lenne, ha szabadon engedném azt a csúnya mágust. Drága Manó, kérhetek tőled egy szívességet? Hát persze, törpapa. Nem várhatnánk meg, amíg Melák befejezi a labdázást. Milyen nagyszerű ötlet, törpapa. Jaj, ne csináld már, hát én csak vicceltem, amikor félnotásnak neveztelek. Tényleg mágus, becsület szavamra. Milyen gyönyörű ez a reggel. Jó reggelt, Jajga törp! Óda az őszhöz. Kedvencem a szelíd évszak, mikor langyos szelek fújnak, hiszen az ég még szép hupikék, bár elrepültek már a fecskék. Ki nem állhatom a költőket. Jó reggelt, Szakadka. Jó reggelt, törpapa. Rajta, kapd el. Milyen okos házi legyed van, Szakadka. Nagyon köszönöm, törpapa. Neked is szót fogad, kipróbálod? Nem, köszönöm szépen, most nem érek rá. Havat érzek a levegőben, és törperdész orra sohasem téved. Igen, Csipi, csúnya hóvihar lesz. Figyelmeztetem a törpieket, szia! Figyeljetek, törperős! Most nem érünk rá, törperdész. Labdázz inkább te is. Itt van, kapd el. Hű, törpuskám, de jót fogunk kirándulni. Ami, Lusti, várjatok! Nem érünk most rá! Törpingáló hatalmas vihar közeleg. Á, törperdész. Pont ilyenkor kell festeni az őszi leveleket. Festeni a leveleket? Hatalmas hóvihar közeleg! Azt mondod, hóvihar? Ó, törpapa, az orrom csalhatatlan és érzi, hogy hatalmas hóvihar közeleg. Lehetséges, hogy igazad van. Megyek, megnézem a tudós könyvemet. Szia, törpöltő! Varrál nekem egy szép szörmebundát ezekből. Ezekből? Csak csúnyát tudok várni. Hát nem baj, föl kell készülnem a fagyra. Fagyra? Megbolondultál? Este érte jövök. Szia! Azt mondta, hogy fagy lesz. Ezek a törpök nem normálisak. A 700. törp esztendő. Törpedésznek igaza van. Idén lesz egy korai havazás. Köztörpé tétetik. Törpapa azt mondja, hogy idén korán beköszönt a tél, úgyhogy azonnal el kell kezdenünk a felkészülést. Egyáltalán nem úgy néz ki, mintha tél lenne. Ki nem állatom az őszi favágást? Meleg van a munkához. Gyerünk, ússzunk egyet. Hű, de jó ötlet. Később is leszedhetjük a kukoricát. De törpapa azt mondta, hogy készüljünk fel a télre, mert... Szerinted ilyen az ég télen, okoska? Hát, ha jobban belegondolok, valóban nem ilyen. Kellemes őszelőkön ilyen az ég, amikor alig van felhő, és... Na, hé! Hé, várjatok meg! La, 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 la. Hű, mennyire meleg van! Törpök, föl kell készülnünk a korai fagyra! Oh, törperdész, honnan szedted ezt a rusnyabundát? Hát ez mi szicsoda? Valami bolhatánya?
Jó, ne vessetek csak, törpök! Akkor is holnap havazni fog! Törp erdésnek igaza volt, megérezte a havat. Remélem, mindenki felkészült a télre. Jaj, mindjárt megfogyok! Megfogyok! Ki nem állhatom a megfagyást? Törp egek, mennyi jó eset le egyszerre? Vigyázzak! Jaj! Jó, jó! Vigyifogyi a szemetemet eszi. Jaj! Előre, csak előre! Készültetek a télre! Ki nem állhatom a sízőket? Hallgatnom kellett volna több papára, és több tűzifát kellett volna beszereznem. Nem fázom, én úgy. Ki volt ez a törpesztelen? Jaj, törpapa, miért van ennyire hideg? A fázás nem tesz jót a művészetnek. Attól félek, egy dáthás költőversére senki sem lesz kíváncsi. Jaj, nekem ettől a hidegtől teljesen kék lett az arcom színe. De hát eddig is kék voltál, törpojáca. Oh. Hát nem megmondtam, hogy gyűjtsetek össze elegendő tűzifát. De igen, csak hogy mégsem lett elég, törpapa. Nem lett elég, hiszen a tél még el sem kezdődött, nem igaz, kis törpjeim? De igaz, csak hogy nem vágtunk elég fát, törpapa. Úgy sütött tegnap. Fürödni mentünk. Csönd legyen! Menjetek be, kíváncsi vagyok, mennyi tüzelőt gyűjtöttetek össze. Hoztam neked egy kis ajándékot, törperdés. Hát igazán köszönöm, Tréfi. Ó, jaj, nekem. Hé, gyere vissza, kérem a kabátomat. Ez egyáltalán nem vicces, Tréfi. Szia, Jajka tört! Nem látta Tréfit? Aj, de hideg van! Jaj! Meglepetés, Jajka tört! Jaj, köszönöm, de igazán nem kellett volna. Hé, gyere vissza azonnal! Állj meg, te! Jajka tört! Jajga törp, hogy került rá a törperdész bundája? A törperdész bundája? Ilyen. Törpapa azt mondta, hogy mindenen osztozzunk meg. Ezért légy szíves, add ide a bundát, mert törpapa is megmondta, hogy nem lesz a tiéd, okoska! De az enyém lesz, mert én láttam meg rajta először! De nekem állna a legjobban! Jaj, nekem! Engedj el! Megy. Add ide! No. Az az én bundám! Hát ez nem igaz. Jaj, törpapa, mindenki nagyon megfázott. Ugyan már, hiszen ez semmiség. Az ilyen télin át, ha a törp gyökér főzettől azonnal elmúlik. Ó, a törpeségit. Elfogyott a törp gyökér. Okoska, ugye téged kértelek meg, hogy hozzál az erdőből törp gyökeret? Engem, törpapa. De nagyon sok dolgom volt, úgyhogy szóltam Lustinak. Én sem értem rá az alvástól, úgyhogy megkértem törperőst. Te dolgod volt, nem az enyém. Csönd legyen! A gondatlanságotok miatt mindannyian tüdőgyulladást fogunk kapni. Ha csak nem szerzünk valahonnan törp gyökeret. Fáradj be! Törperdész, segítened kell. A törpök mind náthásak, és elfogyott a törp gyökerem. Igazán nagyon szívesen segítenék, törpapa. Csak hát azok a törpesztelen törpök szétszaggatták a bundámat. Már pedig bunda nélkül megfáznál kint. Papa, én is nagyon fázom. Ez nem igazságos. Te is mindig azt mondtad, hogy ha... Okoska, elég legyen! Jaj, nekem! Kékre fagytak a lábujjaim. Ugrálj lábujjhegyen. Következő. Ó, jaj, nekem! Jól megvartad a bundámat, törpöltő. Miért? Mit vártál? Én értem a dolgomat. Mindannyian benned bízunk, törperdész, hogy hozol törp gyökeret. Most már az összes törpnek tüdőgyulladása van, kivéve talán engem. Bízhatsz bennem, törpapa. Elhozom a törp gyökeret. Törp gyökér,
Törp gyökér, itt kell lenned valahol. Jaj, sürgősen találnunk kell valami ennivalót. Kell. Aha, nézd csak oda. Jaj, ez valami ennivalóan édes kis törpnek annyoba lehet. A törp gyökér terv teljesítve. Hello. Viszontlátásra. Kapd el, kis cicám, kapd el! Mi látom, Siami, ne, majd én. Már a markomban érezlek, te finom falat. Megvagy. Itt vagy a markomban, öregem. Na, gyere csak szépen kifelé. Jaj! Egyé, hókuspók, a viszont nem látásra. Ez már az utolsó rakásból való. Bárcsak törperdész itt lenne, és már csinálhatnám a főzetet. Itt van még egy kis tüzelő. Tessék, ez a kedvenc szemétkupacom volt. Igazán nagyon köszönjük, Szakadka, de ez... Krumplihéj, csirkecsontok, pormacskák, pokhálók, halszálkák, rohadszilvák, sajtpapírok, és még egy kis kávézac. Hát ez nagyon kedves volt tőled, Szakadka, hálásak vagyunk neked. Igazán nincs miért, törpapa. Halihó, itt a törpgyöké. Ja, jó szemét lesz belőle. Halihó, meghoztam az orvosságot. Nagyon meleg napunk lesz ma, barát törpjeim. Így. Ó! Azt mondta, meleg lesz. Biztosan csak viccel. Mi a törp ez? Az én időjárás jelentésem sohasem téved. Az a picin törp megmentette az egész falut a gonosz sárkánytól, és attól kezdve mind boldogan éltek, amíg meg nem haltak. A mesének vége. Tudod, hogy én az összes mese közül ezt szeretem a legjobban? Felolvasnád még egyszer? Na. Nagyon sajnálom, törpri, de most már nem érek rá, mert dolgoznom kell. Na. Lesz idő, amikor egyedül is tudsz olvasni. Na jó, de én azt szeretem, ahogy te olvasod fel. Most menj ki a levegőre és játsszál egy kicsit. Később, ha lesz időm, akkor újra felolvasom neked a mesét. Tényleg? Jaj, de jó, köztér, papa. Figyelem, törpjeim! Okoska ezzel bejelenti, hogy könyvkiárusítást rendez? Hogy könyvtáramban helyet adjak az Okoska bölcsességei című sorozat legújabb köteteinek, a régieket szeretném eladni. Láthatjátok, ez soha vissza nem térő akció. Nézzük tehát, ki lesz az első vásárló? Sajnálom, de nekem sietnem kell odaig a süteményem. Ó, nekem még rengeteg tennivalom van a kis kertemben. Nekem meg kell öntöznöm a virágaimat. Nekem pedig, majd találkozunk, szia! Törpiri, várj! Igazán nagy kár lenne, ha kihagynád az alkalmat, hogy könyvtáradat ezzel a könyvvel gyarapítsad. Miket beszélsz? Okoska, én még olvasni sem tudok. Oh, micsoda! Nem tudsz olvasni? Ez azt jelenti, hogy az Okoska bölcsességeiben található fantörpikusan egyedülálló idézetek sajnálatos módon nem gazdagíthatják tudásra éhes kis elmédet. Micsoda? Ügyi-fogyi, rád bízom az üzletet. Jó, minden rendben lesz, Okoska. A legjobban teszed, ha Okoskára bízod ezt a dolgot. Én pillanatok alatt meg foglak tanítani olvasni. Most pedig jól figyelj. A az annyi, mint állhatatos. Például Okoska híres az állhatatosságáról. B az annyi, mint bomba jó, mert Okoskának bomba jó ötletei vannak. C az annyi, mint ceremónia. Okoska kedveli nagyon a ceremóniát. Végül Z, annyi, mint zebra. Például Okoska még törp életében nem ült zebrán. Törpiri, mondd csak, figyelsz le rám egyáltalán? Csupa föl vagyok, Okoska. Hé, törpiri, törpapa azt mondta, hogy elmehetünk a tócsához pancsolni. Nem jössz? Hogy
nem mennék veletek, hiszen imádok pancsolni. Várjatok csak! Arról ne is álmodjatok, hogy az én engedélyem nélkül ilyen csacskaságokkal elvonhatjátok Törpéri figyelmét. Ugyanis neki tanulnia kell. Jaj, már megint! Törpapa, azt hiszem Törpic úrnak valami nagy baja lehet. Miért? Mi történt vele? Törpegek, még sosem láttam ilyen ronda kiütéseket. Tessék, fektesd ágyba, addig én kiderítem, hogyan segítsünk rajta. Igenis, törpapa. Lássuk csak, mi lehet a baja. Okoska minden gondolata olyan, mint a csillagok az igen. Micsoda? Az nem igen, hanem égen. Jajó. Okoska, beszélhetnék veled egy pillanatra? Ugye jó hírt hoztál a számomra? Ezek szerint minden könyvem elkelt, ugye? Hát sajnos nem egészen erről van szó. Az a helyzet, hogy a kutyus elszaladt egy könyvvel. Ez nem lehet igaz. Ha nem találom meg a könyvet, nem tudom majd reprodukálni az élet bölcsességeit. Várjatok! Hát velem mi lesz? De olvas, amíg vissza nem jövök. Olvas, olvas és olvas. Jöttem, láttam és törptem, és azután a törpüsgulóját ennek az egésznek, elegem van már az olvasásból. Ha elmesélem törpapának, milyenek okoska órái, talán felment a tanulás alól. Átböngésztem az összes könyvemet, de Törpic úr bajára mégsem találtam gyógymódot. El kell mennem Furfanguszhoz. Törpapa! Mi a baj, Törpiri? Én megpróbáltam, igazán mindent megpróbáltam, törpapa, de tudod, ez az olvasás törpenetesen nehéz dolog. Igen, tudom, hogy néha nehéznek tűnik, de ha sokat gyakorolsz, egy napon rájössz, hogy megérte. Mert tudod, bármilyen gondod van, a könyvek segítenek. De most megbocsáss, rannom kell a varázslóhoz. Ami most aztán mi a manót csináljak? Törpapa azt mondta, hogy ha bármivel kapcsolatban gételjeink vannak, a könyvek mindig segítenek. Én olyan sok mindent szeretnék tudni, talán találok itt valami érdekeset. Jaj, ezek a könyvek mind olyan egyformák, mind tele van unalmas varázsigékkel. De ez a könyv valahogy olyan furcsa, teljesen üres. Aki egy könyvet olvassa, bármit kívánhat, kívánsága azonnyomban teljesülni fog. Ha ez valóban így van, én soha többé egyetlen könyvet sem akarok látni, soha, de soha többé! Hát, következik most az a hozzávaló, amelytől olyan dicsiklandozó lesz a sütemény, mint amilyet még sosem kóstoltam Rojafalva lépe. Jaj! Sikerült, Ügyifogyi, sikerült! Már majdnem elvesztek a szent bölcsességek, de szerencsére a bölcsességek ereje mindenkor mindenek felett győzedelmeskedik. A könyvem! Nekem ez már magas, de úgy látszik, a bölcsesség mégsem győzedelmeskedik mindenek felett. Tessék, itt ebben a könyvben megtalálod a Törpic úr gyógyításához szükséges utasításokat. Köszönöm, Furfangus, és most indulok, mert vissza kell érnem a faluba, amilyen gyorsan csak lehet. Törpegek, mi ez? Jaj, a könyveim egytől egyig eltűntek. Még az is eltűnt, amit most adtál. Szeretném tudni, vajon ki tehette ezt? Nem hagynád abba ezt a borzalmas? Szerintem is az, de a kottáim eltűntek, és nélkülük mit sem ér a gyakorlás. Igazán sajnálom, kerti több, de a barkács kézi könnyem nélkül nem tudom megjavítani a malmodat. Na de Ügyi, ha nem működik a malom, képtelenek leszünk lisztet őrölni, és ha nem lesz lisztünk, akkor bizony kenyerünk sem lesz. Igen, tudom, én ezt nagyon jól tudom, vissza kell szereznem azt a könyvet. Jaj, de unalmas. Már megint törpegrízt kapunk vacsorára. Ha ez így folytatódik, teljesen el fog menni az étvágyam. Sajnálom, több gyerkőcök, ez az egyetlen étel, amit szakácskönyv nélkül is el tudok készíteni. Jó, neked a kicsi béka, legalább neked nincs szükséged könyvekre. De rajtad kéve minden többnek szüksége van könyvekre. A való minden itt, ha tudnád, mennyire hiányzik a meséskönyvem annyira. Törpi, gyere vissza, jött törpapa. Mi törpapa? Én nem akarok visszamenni. Teljesen szét fog esni ez az egész falu, ha nem lesz meg a barkács kézikönyvem. Falu összes lakója le fog fogyni, ha továbbra is törpegrist kapnak. Törpic úr, hogy van? Ki nem állhatom, hogy még mindig rosszul van. Ettől tartottam, ezek a kiütések egyre csúnyábbak. Segíts már valahogy, Törpic úrön, törpapa! A varázskönyvem nélkül teljesen tehetetlen vagyok. Ne
mindenképpen tennünk kell valamit. Nekem az a véleményem, hogy könyvek nélkül semmit sem ér az élet. Egyetlen lehetőségünk van. Azt hiszem, el kell mennem a tudás kútjához. Azt talán segít a könyvek visszaszerzésében. Ó, törpapa, minden egyéb vagyok az oka. Ezt hogy értsem, törpiri? Miattam tűnt el az összes könyv a faluból. Hogy te? Én erről még nem mertem beszélni, de most, hogy Törpic úrnak segíteni kell, el kell mondanom az igazságot. Törpiri, hogy a manóba tehettél ilyet? Én nem akartam eltüntetni az összes könyvet, csak azt akartam, hogy az enyém tűnjön el, hogy el kelljen többé olvasnom. Miért? Talán nem tetszettek neked az óráim? De hiszen ez egyenesen fölháborító, törpapa. Okoska, ami történt, az részben a te hibád is. Az én hibám? Az olvasás öröm kell legyen, nem csak fáradtság. Szerinted mi más okozhat a nagyobb örömet, mint az Okoska bölcsességei című könyv olvasása? Gyere, törpiri, most el kell mennünk valahová. Talán, ha te kéred, a kút vissza fogja adni a könyveket. Ó, tudás kútja, könyvek nélkül a világ sivár, szegényes és kihalt. Nagyon kérünk téged, add vissza a világnak szeretett könyveinket. A könyvek valóban felbecsülhetetlen értékei a világnak. De csak akkor adhatom vissza, ha aki eltüntette őket, értékes dolgot ad cserébe. Én bármimet odaadnám, csak hogy visszaszerezzem a könyveket. Például odaadnám a hajkefémet, vagy talán a kedvenc babámat, de még a békámat is odaadnám. Nem, nem! Én sokkal értékesebb dolgot kívánok. De én semmi más nem tudok neked felajánlani. És ha nem adod vissza a könyveinket, Hami soha többé nem tud rendesen főzni. Hügyi nem tudja megjavítani a gépeinket, és szegény Törpic úr nem fog meggyógyulni. Kedves kút, segíts kérlek! Vissza kell, hogy add nekünk a könyveinket, és már meg vissza kell, hogy add őket. Látjátok, erre volt szükségem. Mert semmi sincs értékesebb, mint egy igaz érzésből fakadó könycsepp. Hála a törpegeknek, megtört a varázslat. Akkor most meg tudod gyógyítani Törpic úrt. Kedves kút, köszönöm, te vagy a legtörpesebb kút a világon. Gyere, törpiri, egy pillanatot sem szabad elvesztegetnünk. Hoppá! Egy csipetnyi őrült fahé, meg egy kis gyömbérlé, remélem ez segít. Mindig ilyen mosolygósan szeretnélek látni. Egy kis balra csavarás, utána pedig két fordulat jobbra. Remélem így már működni fog. Nekem köszönhetitek, illetve a Barkács kézikönyvemnek. A törpök általában megbízhatóak, de Okoska törpre bármilyen helyzetben számíthattok. Régen ettetek áfonya pudingot, most csináltam egy keveset, remélem ízleni fog. Azt hiszem, erre érdemes volt várni, Hami. Jaj, micsoda nap. Kérlek szépen, olvasd fel a kedvenc mesémet. Igen, szeretnénk hallani. Légy szíves. Na, jó, rendben. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egy gonosz sárkány, aki az erdőbe költözött. Ezért a törpök falujában senki nem volt biztonságban. Egy napon... Történt, hogy egy nagyon bátor törp elhatározta, hogy elmegy az erdőbe és megpróbál megküzdeni.